Nincsen nagy élet. Itt vagyok a Ferstel Passage-nál, ahol általában azért sokan szoktak lenni, meg amúgy egy szép épület. De most jelenleg ki van halva. Mehetünk tovább, nézzünk körbe a városba. Az előző videó után nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, köszönöm szépen. Ez a videó március 19-én csütörtökön készült. Nekem, ha már kint kell lennem, próbálom megmutatni, milyen ma is a hangulat a városban. Újra itt vagyunk a Grabenen. Gondoltam, ma is csinálok valami bejegyzést. Lássuk, hogy a mai nap hogy alakul. Ha már itt vagyunk a Grabenen, lehet, hogy sokan nem tudjátok, itt a fejem fölött, ott van egy huszár szobor, az Hadik Andrásnak a szobra. Hadik Andrásról Bécsben lehet találni még egy szobrot, a Mária Terézia placon, és van egy Hadik Gasse, meg egy Hadik Park is. Egy nagyon belevaló huszár volt, a Wikipédián utána tudtok olvasni, hogyan is vette be Berlint. Remélem tetszett ez az érdekesség itt Bécsben. Az Instagramon március 15-e apropóján felkerestem más magyar helyszíneket is. Ha érdekelnek még különleges magyar helyek, csekkold le az Instagramon. Link a leírásban lesz. Vissza a munkához. Ezt a részt azért hagytam bent a videóban, hogy lássátok, nem könnyű a bicaj futárok élete. Itt a kreszt betartva haladtam volna egyenesen, de az autó nem adta meg az elsőbséget, de be tudtam fékezni. Kicsit bosszús voltam, de örültem, hogy nem történt baleset. Menni kell tovább, a következő cím várt engem. Ma is nagyon szép idő volt, öröm ilyenkor tekerni. Elhihetitek, hogy télen sokkal, de sokkal nehezebb a bicajfutárok élete. Ahogy kaptam a megrendeléseket, közel kerültem a főpályaudvarhoz, ezért bementem körbenézni. Nincsen nagy élet. Itt normál esetben azért jönnek, mennek az emberek, van itt egy étkező rész, ott is tele vannak várakozókkal, a városbeliekkel, és érezhetően nagyon kevesen vannak, meg be is mondják, ha hangos bemondom, hogy a Magyarország fele, meg egy országokban hogyan közlekednek, kik mehetnek, kik nem mehetnek. Szóval nem sokan mozognak, sokan otthon vannak, sokan már hazautaztak. Ha már itt várakoztam, csináltam pár timelapse videót. Itt láthatjátok, hogy a rendőrök hogyan járőröznek, hogyan kérdezik ki az embereket. Innen tovább a belváros fele vettem az irányt. Ha van ötletetek, akkor kommentbe írjátok meg, hogy mi érdekelne, merre tekerjek el, mit nézzünk meg. Azok a fotók valósak, amiket azt látjuk, hogy idősek ülnek, vagy sétálgatnak a városban. Én is ezt látom. Ami nagyon nem jó, mert ezzel kiteszi magukat egy nagyon nagy rizikónak. Így nekünk kell segíteni azt, hogy ez a vírus, ez a járvány ne terjedjen olyan gyorsan, hogy aki teheti, te, aki nézed, maradj otthon. Én is otthon maradnék, hogyha megtehetném. Sőt, kedden otthon is voltam, ki sem mozdultam a lakásból, mert aznap nem dolgoztam. Szóval tegyük meg ezt a közösség és a közös érdek miatt. A vagány graffiti után haladjunk is tovább. Meg akarok állni egy-kettő parkban, hogy lássátok, mennyien vannak kint. Maximális tiszteletem azoknak, akik betartják az otthonmaradási ajánlást. Elhiszem, hogy gyerekkel, állattal nem lehet könnyű ebben a jó időben otthon lenni. Nem hosszú időt kell kibírni, és annak ellenére, hogy sokan kint vannak, ti legyetek tudatosak, és tegyünk azért, hogy hamar elmúljon ez a helyzet. Következő helyszín a Stadtpark lesz, láthatjátok. Itt a rendőrség nagyon aktívan felszólítja csak az üldögélőket, de mindjárt beszélek erről. Itt vagyok a Stadtparkban, pár embert megkérdeztem, aki mellett elment a rendőr, most mögöttem is figyelmezik az emberek, hogy ülni nem lehet. Szóval a dolguk van, azt intézik-e, vagy menjenek haza. Aztok nagyon kedvesek voltak, és csak figyelmeztették őket. Hát a rendőröknek nem egyszerű a dolga, mert rengetegen ülnek jelenleg is a Stadtparkban, de csak figyelmeztetik őket. Itt a ringen haladok, nincsen túl nagy élet, és eszembe jutott a Gartenbau kinónak az Instagramja, így gondoltam, megállok egy fél pillanatra. Stay safe,
maradj biztonságban, stay sane, maradj egészségben. Vigyázzatok magatokra, és vigyázzunk a többiekre is, vigyázzunk a közösségre. 18 órakor mindenképpen a Stephansplatzon akartam lenni. Na szóval 6 óra van. Csak én ismerem 6 óra akkor. Na, de én tapsolok egy ideig, mert más is. Hát ez fürdi! Majd megnézzük, hogy mások milyen felvételt csináltak. Jó, még egy kicsit hát, ha jön valaki, de... Öt, négy, három, kettő... Hát, hogy látszik, csak egyedül voltam. Aki ismeri ezt, felnézek, hát 3 percig. Tapsoltam. Köszönöm szépen Bejának és Anitának, a 2 videót, azokat vágtam be. Ha már ott voltam, megvártam a besötétedést a Stephansplatzon, szerintem hangulatos kis timelapse lett. Innen még eltekertem az Unica épülethez, ott is csináltam egy timelapse-ot, és utána hazafele vettem az irányt. Remélem tetszett ez a videoblog. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, vagy kommentelj, ebből le tudom szűrni, hogy van-e értelme továbbra is hasonló anyagokat szerkesztenem. Kitartást kívánok mindenkinek, akinek dolgoznia kell, meg azoknak is, akinek otthon kell maradni, és remélhetőleg pár hét múlva ez az egész már csak egy jó tapasztalat, egy emlék lesz. Minden jót mindannyiunknak, legjobbakat, sziasztok!